Az éleszemű látogatók már felfedezik, a Nyíregyházi Állatpark nemrég született aprócska fehérkezű gibbonját. A fehérkezű gibbonok monogám párkapcsolatban élnek, és a nőstények 37-es vemhesség után általában egy kölyköt hoznak a világra, akit 4-7 hónapos korukig szoptatnak. A szülőpár napfelkeltekor duettet énekel, jelezve lakó és táplálkozási területük határait. A különleges ének a szárazföldi emlősök talán legfelejthetetlenebb hangjai közé tartozik, amit az állatparkba érkezők a kora reggeli és a déli órákban is hallhatnak. Ráadásul a park látogatói egy különleges gibbonszigeten tekinthetik meg a mindig örök mozgó családot, ahol csupán egy vizesárok választja el a vendégeket a főemlősöktől. A Nyíregyházi Állatpark fehérkezű gibbon szülőpárja 2007-ben érkezett hozzánk az Európai Fajmegőrzési Program keretében, Svédországban és egy magyar állatkertből. Igazán termékeny szülőpárról van szó, hiszen ez idáig 5 kölyök látott napvilágot. Az idősebb kölyök parkunk Victoria házban láthatóak, míg a kisebbek a különleges gibbon szigeten tekinthetőek meg. A gibbonok a legakrobatikusabb főemlősök, minden egyes porcikájukkal a fákon való élethez alkalmazkodtak. Karjuk hossza kétszeres a testhosszuknak, s legjellegzetesebb mozgásformájuk az, mikor egyik kezükről a másikra lendülve közlekednek a fákon. Ez a helyzetváltoztatási mód egyedülálló az állatvilágban, függeszkedve fogásról fogásra haladnak anélkül, hogy a lábukat használnák. A természetben veszélyeztetett állatok egykor Dél-Kelet-Ázsia hatalmas trópusi erdőiben éltek, Burmától a Maláj félszigeteken át a Nagy Szunda szigetekig, ám élőhelyük drasztikus csökkenése, az állatkereskedelem és az orvadászat is kiveszi részét eltűnésükben.